Szórakoztatva tájékoztatni ez a rádiók feladata, a helyi értékeket szem előtt tartva. Több mint 100 helyi rádió működik ma Magyarországon, a hazai lakosság több mint felét érik el a csatornák. Sőt, friss közvéleménykutatások szerint az emberek, ha rádióznak, sokszor az országos csatornák helyett a helyi frekvenciákat választják. Szakács Tibor a vendégem, a Retro Rádió ügyvezetője, rádiós riporter. Szia! Szervusz, köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Tibi, a sajtótermékek népszerűségéről beszélgettünk most itt az imént a Kelet-Magyarország főszerkesztőjével is, és arra a következtetésre jutottunk, hogy akár az országos csatornákkal szemben is igenis választják a helyi hírforrásokat az emberek. Ez egyrészt jó, másrészt pedig felelősség is nekünk. Ez pontosan így van. A rádiózás most egy picit nehéz helyzetben van abból a szempontból, hogy nincs országos kereskedelmi rádió. Olyan van, aki hálózatosan országosnak mondja magát, de igazából még ő sem az. A Klassz FM rádió megszűnésével egy olyan helyzet állt elő az országos rádiózásban, ami sokak számára egy új lehetőséget, egy új előnyt jelenthet, a helyi rádiókra gondolok ebből a szempontból. Célszerű különben ilyenkor két síkon gondolkodni. Az egyik az, hogy ameddig a Klassz FM rádió sikeresként, országos kereskedelmi rádióként volt, a helyi rádiók 80-90%-ban akkor is helyben mindig hallgatottabbak voltak, mint az országos. És ez zárójelbe zárva. A másik része ennek a dolognak pedig az, hogy amikor ugye nincsen országos kereskedelmi rádió, jobban rá vannak utalva az emberek, akik rádióznak napi szinten arra, hogy még többen válasszák a helyit, még többen válasszák azt a csatornát, ami gyakorlatilag folyamatosan kíséri a mindennapjukat. A helyi rádiók igen jó hallgatottsággal rendelkeztek, és szerintem fognak a jövőben is. De a helyi rádiók között is vannak különbségek, regionális különbségek. Ti, akik egyébként egy szakmai érdekvédelmi szervezetnek tagjai is vagytok, miben látjátok ezeket a különbözőségeket vagy különbségeket? Hát ugye gyakorlatilag minden rádió, amennyire komolyan veszi a saját feladatát, oda sorolja be magát a folytatásban. Vannak, akik komolyabb tartalommal, közszolgálati tartalommal gondolkodnak, és vannak olyanok is, akik ebben lényegesen szegényebbek, és sokkal több zenét játszanak. Már a pályáztatási fázisban eldől az, hogy egy rádiónak milyen lesz az élete, hiszen ugye nagyon komoly hatósági szerződéssel kell dolgozniuk a folytatásban, 7 plusz 5 évet kapnak különben. Azok a jogosultságok, akiket jelenleg hallgathatnak az emberek, és ez rögzítik a szövegidőt, a közszolgálati tartalmat. Tehát sokszor mi nem szívesen beszélnénk annyit, ami az embereknek nem mindig tetszik annyira, vagy nem mindig tartják ezt egy előnyös dolognak, de mivel vállalt szerződésbeli kötelezettségünk, így éppen ezért teljesítenünk kell ezeket a dolgokat. Tehát a regionális különbözőségek vagy különbségek ebben is megvannak, illetve abban is, hogy mi az a tartalom, amit ti, vagy mi az a műsor struktúra, amit ti felépítetek magatoknak. Én tudom, hogy a rádiók egyébként most egy pici önkritika is a médiumok közül, vagy a sajtóorgánumok közül, a rádió az, amelyik folyamatosan közvéleménykutatásokat végez, és méri a hallgatók igényeit, kérését, kívánságait, és ahhoz igazítja a műsor kínálatot. Mi az, amit szeretnek bennetek a hallgatók, vagy mi az, amit kérnek tőletek, elvárnak tőletek? Van egy elmozdulás a kb. 10 évvel, 15 évvel ezelőtti hallgatói szokásokhoz képest, ez pedig sokkal jobban befogadóak a tartalomra. Tehát már nem igaz az a mondás, mi szerint az, hogy 10-17 másodperces konfokkal igazság szerint piacvezetővé lehet tenni egy rádiót, sőt egyre inkább nem. Tehát szükséges az, hogy a helyben jól informáltak legyenek az emberek, így éppen ezért, mivel ők is szeretnek jól informáltak lenni, és ehhez a rádió nagyon komoly partner, így éppen ezért ez egy nagyon komoly feladat is, amit nekünk teljesíteni kell. Mi egy komoly stábbal dolgozunk, itt több kollega van, aki a napi hírfolyamban tevékenyen részt vesz, folyamatosan gyártják ezeket a dolgokat, hiszen ugye ti is nagy szerkesztőséggel dolgoztok, a mi rádiónk is ilyen, sőt, most már elmondhatjuk azt ugye, hogy mi a Retro Rádió munkatársai is több rádiónak készítünk hír alapanyagokat, amiből ők tovább dolgozhatnak. Lehet is mondani, hogy melyik rádióban dolgoztok? Egy helyi közszolgálati rádiónak, az Európa Rádiónak a reggel és a délutáni műsorsávját, a helyi műsorsávját készítik a kollégák, és ehhez ugye megfelelő bő tartalmi alapot kell gyártsanak, hiszen ez egy folyamatos beszéddel rendelkező, folyamatos kommunikációval rendelkező rádió. Tehát szakmailag nagyon fontos, hogy a rádióknál, amellett, hogy szórakoztassanak, így kezdtem valahogy a bevezető szövegemet, tájékoztassanak is, meg kell találni azt a határt, ami mindkettőnek eleget teszti. Hogyan találjátok meg?
Hát, hogy említetted ezeket a hallgatói felméréseket, visszajelzéseket, ez nálunk nagyon-nagyon komolyan van véve. Mi szerettük volna, és egy elvárás is különben ezektől a felmérő cégektől, hogyha nem a rádiók a megrendelői. Mert ez mindig ugye egy háttérgondolatot sző azok számára, akik itt ezeket a felméréseket elemzik. Churchill azt mondta, hogy csak abban a felmérésben hiszek, amit én magam hamisítok. Éppen ezért mi ennek a hitelességét szeretnénk azzal is sokkal hitelesebbé tenni, hogy megpróbálni ezt központosítani, ezt az egész felméréses struktúrát. Ez egy szerintünk egy helyes igény, ha nem a rádió rendeli meg a felmérést, hanem mondjuk történetesen az MTVA, és ezáltal finanszírozóvá is ő lép elő, ezáltal egy sokkal hitelesebb adatot tud kapni a felmérési képből. Negyed évente vannak ilyen felmérések, ez most már naplós kutatás, nem a telefonos kutatás, és lényegesen részletgazdagabb. Tehát 15 percre pontosan tudunk tervezni és adatot adni minden ügyfélnek, és különben a hallgatóknak is arról, hogy egy rádiónak körülbelül mikor, milyen összetételű és milyen hallgatottsága van. A hallgatottságon kívül mire vonatkoznak még ezek a felmérések, vagy miről adnak még számot ezek a felmérések? Ezek a hallgatói kötődésről, ez egy nagyon fontos információ, valamint az, hogy mennyi időt tölt egy rádióhallgató például a rádió csatornája mellett. Ugye ezek olyan értékek, amik nekünk azért beszédesek, mert a hallgatói hűség szerintünk a második legfontosabb dolog ebben a versenyben, és hát mondhatjuk azt, hogy ebben viszont a tartalomszolgáltató rádiók lényegesen jobb értékeket érnek el, mint az úgymond mainstream rádiók, akik egy ilyen 10-15 perces rádióhallgatásra vannak beállítva. Ezt azért is kérdezgettem ezeket a kutatásokat, mert hogy van egy olyan ága is ezeknek a kutatásoknak, ami arra vonatkozik, hogy a médiafogyasztás mennyire befolyásolja például az embereknek a szabad ideje, a szabad idő csökkenése, és hogy ez ellen hogy hogyan tehet például a rádió, hogy amikor kimondottan nem csak rádiót szeretne hallgatni, hanem ahogyan szoktátok mondani, a háttérben rádiózik, akkor is titeket válaszol, vagy azt a csatornát válaszol, tehát hogy erre azért így rá is lehet készülni. Persze, természetesen, hát ugye az emberek bioritmusának a változásával velük változunk mi is. Mi is egy folyamatosan átalakuló szervezet vagyunk, alkalmazkodva azokhoz a dolgokhoz, amik az emberek napjait érintik. Említettétek, itt hallgattam az előbb a Nyéki Zsoltán való interjút, ami értékes dolgokat tartalmazott abból a szempontból is, hogy mi sem kerülhetjük el a fejlődést, a fejlesztést ebből a szempontból. Tehát a mi jövőképünk is mást mutat, így éppen ezért a jövőben sokkal kibővítettebb tartalommal találkozhatnak a rádióhallgatók, miután az internetbe fog férkőzni hamarosan a rádiózásba is. Ez nem azt jelenti, hogy online rádiók lesznek, hanem az például, hogy egy rádió azon keresztül, hogy nem csak dalokat fog sugározni, egyéb tartalmakat is fog majd a dalok mellé csatolni. Ezek például lehetnek információk a dalokról, az útinformációkról, amik nem csak RDS-en keresztül fognak érkezni, hanem esetleg internet alapon keresztül, és esetleg már ezt különben nem ingyenesen, hanem mondjuk előfizetéses jellegben lehet, hogy a jövőben mondjuk nyitottak leszünk egy olyanra is, hogy akár a dalok videóklipjét, vagy pedig a dalokat előadó sztárokról időközben plusz információkat kapjanak azok, akik mondjuk egy ilyen szolgáltatásra előfizetnek. Ezekhez még új ötletek, némi kreativitás is kell, és hát ez nyilvánvaló, hogy egy hosszabb folyamat is lesz ez a távlati terv. Nagyon szépen köszönjük, Tibor, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen.